Egy különösen fontos projektet adtak át a Dalmandi óvodában. A gyerekek ünneplőt öltöttek, hogy a rég állított közlekedési parkot műsorukkal felavassák, majd a játék és tanulás jegyében birtokba vegyék. Az önkormányzat mindenben is segíti a dalmandi óvodásokat, hiszen 44 eladó ingatlan a volt Dalmand községnek sajnos a kihalások alapján, és hogy ennyi idős elhunytunk volt. Mind a 44 ingatlant fiatal házaspárok vették meg kisgyerekekkel, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az óvoda létszámunk nem hogy csökken, hanem bővül, és emiatt szeretnénk azt, hogy olyan óvodában játszanak, és olyan óvodában legyenek ezek a gyerekek, ahol minden igényüket ki tudunk elégíteni. Most ehhez az igényhez volt egy régi vágya a régi óvoda vezetésnek, hogy egy közlekedési parkot is tudjunk létrehozni. Ezt minden évben jótékonysági bált szervezett az óvoda. Nem költött el más kirándulásra, meg semmi másra, hanem gyűjtögette a kis pénzét ehhez a közlekedési parkhoz. Bad Blumau a testvértelepülésünk, ők 3 millió forintot összegyűjtöttek, hát nyilván euróban, több mint 3 millió forintot összegyűjtöttek arra, hogy kivitelezhessük ezt a közlekedési parkot. A tanulás pedig nem hiába való, amit a gyerekek az év folyamán egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan elsajátítanak, annak hasznát veszik az önkormányzat által szervezett rendezvényeken is, amiknek rendszeres fellépői. A falunapon nem nagyon szoktuk őket szerepeltetni, viszont március 15-e, koszorúzás, tehát ahol hogy egy kicsit is az ő szintjükhez mérten, de értsék azt, hogy miért tűzzük oda azt a zászlót, miért kell, húsvétváró rendezvényt tartottunk nekik, ahol mindenféle feladatokat kapnak, és nagyon-nagyon ügyesek. Tehát nagyon jó kis csapat működik itt Dalmandon, hála Isten. A település polgármestere megköszönte a támogató hozzáállást, azt a kitartást, amivel ezt a projektet végigvitték az óvoda munkatársai. A közlekedési park ötlete 6 évvel ezelőtt merült fel az akkori óvodavezető fejében. 2016-ban az akkori kolléganőimmel megfogalmaztuk ezt, igény merült fel részünkről, óvodapedagógusok részéről, mert sokat jártunk a faluba sétálni, próbáltuk úgy megtanítani a gyerekeket, hogy hogyan kell szabályosan közlekedni, és szerettük volna, hogyha a városba indulnak apával, anyával, akkor ott ők már ismerjék a közlekedési szabályokat. Tehát ez volt a nagy tervünk, szponzorokat kerestünk, támogatókat kerestünk, jótékonysági bálokat szerveztünk, de az addig befolyt összeg mindig nem volt elég, míg nem 2021-ben Bad Blumau-ból testvértelepülésre vendégek érkeztek, és ők szponzorálták ennek a partnak a létrejöttét. Nagyobb összegű adományt hoztak nekünk. Nem találtunk pályázati forrást, tehát olyat nem, ami összegben megfelelő lett volna. Nekünk célunk volt, ha már egyszer közlekedési parkot építetünk, akkor az esztétikailag, lehetőségileg, sok minden funkciójában sok minden adjon a gyerekeknek. 4.970.000 forintos beruházást adhatunk ma át. Nagyon büszkék vagyunk rá. Az ünnepi műsor és a szalagátvágás után örömmel vették birtokba a kis óvisok azt a közlekedési parkot, ami a jövőben fontos szerepet kap majd az intézmény életében. Óvodánkban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, ezért is nagy öröm számunkra az, hogy ez a közlekedési park megvalósulhatott. Hiszen ez egy újabb tér, egy újabb lehetőség arra, hogy a gyerekek mozgáskultúráját fejleszteni tudjuk. Hiszen a gyerekek motorozás, biciklizés, rollerezés közben észrevétlenül fejlődnek, tehát ők ezt egy játéknak fogják fel, és közben pedig az idegrendszerük azon része aktivizálódik, ami a későbbi tanulásban lesz majd elengedhetetlen. A közlekedési parknak részei az egyensúlyozó félgömbök, a knajptaposó és az ugróiskola. Mindegyik fejlesztő hatással bír, mint például szemláb koordináció, egyensúlyérzékfejlesztése, türelem, és az egymásra való odafigyelés is szerepet kap használatukkor. Ezért mi nagyon örülünk annak, hogy ez megvalósult, és nagyon hálásak vagyunk a támogatóinknak, és bízunk abban, hogy ezek a partneri kapcsolatok a későbbiekben is megmaradnak. És közel 60 gyerekkel indítjuk el a következő nevelési évet, így úgy gondolom, hogy a kihasználtsága biztosított lesz. Például a mindennapos testnevelést is meg tudjuk itt valósítani, többféle formában, aztán még teret ad ugyebár a KRESZ szabályoknak a megismerésére, ugye közlekedési táblák készültek, gyalogos átkelőhely is található ezen a közlekedési parkon, amik mind-mind oktatási jelleggel bírnak majd, és hát a jövő előttünk áll, és
és ki fogunk használni minden lehetőséget, ami ebben rejlik. A testvértelepülés Bad Blaum küldöttsége nem érkezett üres kézzel, erre az intézmény által rég várt pillanatra. Hogy legyen mivel tanulni a közlekedés szabályait, rollereket, bicajokat és motorokat hoztak a dalmandi ovisoknak, amiket aztán örömmel próbáltak ki a gyerekek.